Ennél a nyíregyházi hipermarketnél már szerda reggel észrevehették a vásárlók, hogy megváltozott a vásárlás menete. A kosarak és bevásárló kocsik csak olyan számban vannak kihelyezve, amennyi vevő bent tartózkodhat az üzletben. Kosár vagy kocsi nélkül pedig nem mehet bevásárló. A vonatkozó kormányrendelet természetesen a Spár Magyarország egységeire is vonatkozik. Ennek betartása érdekében áruházaink vásárlóterébe kizárólag bevásárló kocsival vagy bevásárló kosárral lehet majd belépni, és egy bevásárló kocsit vagy bevásárló kosarat csak egy vásárló használhat majd. Kivételt képeznek ez alól a szabály alól a 14 év alatti kiskorúak, illetve a 65 év feletti vagy fogyatékossággal élő személyek segítői. Ez tehát azt jelenti, hogy csak akkor a számú bevásárló kocsi és bevásárló kosár lesz elérhető az áruházak bejáratánál, amennyi személy eladótérben történő egyidejű tartózkodását a kormányrendelet megengedi. Már a világjárvány kezdetén felhívták a figyelmet arra, hogy ne családosan, csoportosan járjanak vásárolni. Lehetőleg egy személy intézze a bevásárlást, ezzel is csökkentve a járvány terjedésének lehetőségét. Az intézkedések betartatása természetesen óriási felelősséggel jár, hogyha a kollégáink munkájára gondolok. Munkaszervezés tekintetében bevontuk nyilván a belsős kollégákat, illetve a vagyonőr kollégákat abban a tekintetben, hogy a kormányrendelet betartásra kerüljön. Így abban az esetben, hogyha egy adott áruház eléri a maximális vásárlószám kapacitást, úgy a kollégáim, illetve a vagyonőr kollégák az áruház bejáratához fáradnak, és felhívják a vásárlók figyelmét arra, hogy az áruház elérte a maximális létszámkeretet, illetve segítséget és tájékoztatást nyújtanak abban a tekintetben, hogy a várakozó vásárlók betartsák a másfél méteres védőtávolságot egymás között. A kijárási korlátozás időpontjának kitolásával egyes üzletek is hosszabb nyitvatartással várják vevőiket, így talán elkerülhető lesz a hosszabb várakozási idő a bejárat előtt. Az üzletek vezetői azt kérik, lehetőség szerint mindenki tervezzen előre, és családonként egy személy intézze a bevásárlást.